A csütörtöki döntőket az úszó OB-n a férfi 100 méteres pillangó úszás nyitotta, ahol Cseh László is rajtkőre állt. Esélyeshez méltóan nagy fölénnyel lett országos bajnok. Nem számított, hogy csak a hatos pályát sikerült korábban megszereznie. A 100 méteres női gyorsúszás döntőjében az olimpiára készülő Verasztó Evelin lett országos bajnok. Ahogy arra számítani lehetett, az olimpiai csapat tagja könnyen nyerte a két hossz után a versenyt. Akár csak az ötös pályán úszó olimpiai bajnok Gyurta Dániel, ez már a férfi 100 méteres mellúszás, ahol olimpiai bajnoki címvédőnk több mint másfél másodperccel előzte meg a második helyen beérkező versenyzőt. A nap első győri aranyérmét Jakabos Zsuzsa szállította, egyik fő számában a 200 méteres női pillangóúszásban csak Szilágyi Liliana tudta megszorítani. A két Rióra készülő versenyző csatájából 28 század másodperces előnnyel a hazai versenyző jött ki győztesen. A férfi 400 méteres gyorsúszás döntőjében szintén két ötkarikás versenyző úszott nagyot, Bernek Péter lett az országos bajnok, mögötte pedig Gyurta Gergely csapott célba. A nap két legszorosabb befutójában is volt győri érintett. A férfi 200 méteres hátúszásban Balogh Gábor szerzett országos bajnoki címet. A célban mindösszesen 700 másodperccel csapott be korábban, mint a négyes pályán úszó Földházi Dávid. A férfiak sprint számában azonban az a bizonyos fajszál már nem a győri versenyzőnél volt. Az olimpiára készülő Takács Krisztiánt a férfi 50 méteres gyorsúszásban mindösszesen 500 másodperccel ütötte el Holoda Péter a bajnoki címtől. A győri úszók ezzel a teljesítménnyel jelenleg vezetik az összetett éremtáblázatot. Az eddigi versenyeken 6 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem jutott a hazai versenyzőknek.